Vigasztaljon, erősítsen az Úr. Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és minden beszédben. Tesszalonika beliekhez írt második levél, második fejezet, 16-17. vers. Napok óta szomorú vagy. Semmi sem jött be, semmi nem úgy alakult, ahogy elképzelted. Talán elveszítettél valakit, aki számodra kedves, és nem tudsz a bánatból felemelkedni. Figyeld csak, mit üzen ma neked az Úr. Atyád szeret téged, ő lát, nem hagyott el. Együtt sír veled, de szeretné letörölni könnyeidet. Szeretné, ha elpárásodott szemeddel tisztán meglátnád, hogy ő vigasztalást hoz neked, és reménységet. Tudod, mekkora kincs a reménység ebben a reményt vesztett világban? Ő ezt kínálja neked, reménységet, így, csupa nagybetűvel. Szeretné megvigasztalni szívedet, és reményt csöpögtetni bele. Engedd el magad. Engedd, hogy ma megszólítson. Légy nagyon csendben, és figyeld azt a kis halk hangot, ami a szívedhez szól. Sőt, azt szeretné, ha ma elkezdenél vigasztalni, bátorítani, meghallgatni valakit. Ha úgy érzed, nagyon szerencsétlen vagy, hallgass meg valakit, aki nálad is szerencsétlenebb, mondta egy bölcs. Ugyanis, ha ezt teszed, megerősödnek a fülizmaid, a jó cselekedet izmaid és a beszéd izmaid. És most olvasd el magadnak még egyszer a mai ígét így. Az én Uram Jézus Krisztus és az Isten az én Atyám, aki szeret engem, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékoz nekem. Vigasztalja meg szívemet, és szilárdítsa meg lépteimet minden jótettben és minden beszédben. Nos, hogy hangzik?